Laci Boglárka sok szép rajz eredményt ért el. Igazából rajz eredményeket értem el. Egyik rajzpályázat az Arany János iskola szervezte meg, a másik az pedig a Szent Pál Marista iskola rendezte meg, ami tegnap volt az eredményhirdetés, és első helyezett lettem. Sorolja Boglárka, aki legszívesebben embereket vagy tájképeket szeret rajzolni. Ami előttem van, úgy sokkal egyszerűbb is, mint emlékezetből, mert emlékezetből gyakran elrontom a rajzokat. Árulja el Boglárka, akinek a rajzzal további céljai nincsenek. Hát igazából csak hobbiként csinálom, szóval semmi elképzelés nincs még arról, hogy rajziskolába szeretnék menni, vagy ilyesmi. Ez az előfelvételi egy jó ugródeszka volt számára, hogy tudja, milyen lesz a középiskola, hogyan kell készülni, hiszen az általánosban ennyire komoly felvételi dolgozat még nincsen. Hát én a Tóth Árpád gimnázium bioszkémia szakára jelentkeztem, és a felvételit a Szódon írtam meg. Hát a magyar az sokkal egyszerűbb volt, mint a matek, de ez mindenki így van vele. Nagyon sokat készültem erre, és nagyon féltem, izgultam, hogy milyen lesz, de aztán rájöttem, hogy a magyarra nem kellett volna annyira izgulni, mert az tényleg egyszerű volt. Könyveket olvasni sokkal jobb, mintha interneten olvasnék, mert ha ott olvasok, megfájdul a szemem. Amikor könyveket olvasok, akkor általában nincsen ilyen problémám, árulja el Boglárka, akinek az a kikapcsolódás, amikor rajzolhat, és nincsenek dolgozatok vagy felvételi. Kikapcsolódás, amikor rajzolhatok, és nincsenek dolgozatok előttem, vagy például felvételi már nincsen, most már ez sokkal jobb. A matek, fizika és a magyar nem a kedvence. Ez úgy jött nekem, hogy matek, fizika az nem nagyon szeretem, a magyar törít sem annyira szeretem, ezért választottam a biológia kémiát, és azóta már nagyon megszerettem. A biológiát igazából már nagyon régóta szerettem, ötödikben kaptam ilyen kis könyvet, meg egy kis csontvázat, amit nézegettettem. Laci Boglárka még nem tudja, milyen pályát választ, az orvosi sincs kizárva. Kitűnő tanuló, szorgalmas, maximalista, de a tanulás mellett barátaira is van ideje. Arra az eredményre lehetek a legbüszkébb, amit tegnap értem el, mert azt a rajzot igazából ilyen 2 óra alatt készítettem el, és nem gondoltam volna, hogy első helyezett leszek vele, szóval erre eléggé büszke lehetek szerintem.